Hello, hello! Nos, ismét egy Unreal-es programot fogok megmutatni. De mivel hétvége van, ma játszani fogunk. Tehát belépünk a Play áruházba. Képet kiküldjük ide. Rendben. Play áruházba beírjuk, vagy a mikrofon megnyomásával bemondhatjuk, hogy plán. VS Zombi S. Tudom, hogy kiadta, de mondom, ha végig mondom, akkor jobban megmarad. Na, palánták a zombik ellen. Ez a lényeg. Plants vs. Zombies. Jó. Bent van. Rákeresünk. Láthatjuk, többféle verzió van, ezek már nem, az az első három. Tehát van az egyes, sima Plants vs. Zombie, és van a kettes. Nos, az egyest fogjuk föltelepíteni, és abból is a free verziót, mert ugye van belőle fizetős, amiben nincs reklám, és van a free, amiben van reklám. Rá is nyomok a free-re. Telepítés. Érdemes wifi-vel telepíteni. Már így most hirtelen, aha, 60 megabajtos. A második rész az 600 megabajtos, tehát azt azért is nem mutatom most be, mert nem minden hardveren megy rendesen. Tehát kisebb telefonokon nem megy rendesen, vagy el sem indul, vagy nem is telepíthető. Viszont ez az első résznek a free-je szinte, hát igazából még nem találkoztam olyan telefonnal, amin nem indult volna. Na, mindjárt megvan a telepítés. Na, mi van? Behúzta a féket? Azért. Na, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Pitty, pitty. Semmi. Na, megvan. Tehát akkor rámegyünk, hogy megnyitás. És fekve fog elindulni, úgyhogy átmegyünk. Ja, a mozgatás, hogy átmásolja a memóriakártyára. Igen, helyezd át SD-re. Ezt a battery doktorom csinálja, azt hiszem, vagy nem tudom. Rendben, sikeres, akkor még egyszer megnyitom. Na, és akkor most megyünk át a teljes képernyőre. Nos, itt azt látjuk, hogy be kell állítani egy életkort. Jó, ez így. Elfogadjuk. PopCap Game. Hát viszonylag nagy játéknak számít. Talán. Bár a 60 megájával nem vészes. Taptos start, tehát nyomjunk a képernyőjére az indításhoz, adjunk meg egy nevet. Kész. És Adventure mód, de itt a képernyő mit láthatunk? Hát ugye itt a reklám rész, ez a gyémánt itt a bal oldalon. Nem nyomunk rá. Archivement az majd akkor lesz érdekes, ha már játszottunk. És itt vannak ilyen teljesítmények, amiket el lehet érni. Láthatjuk, hogy mindegyik be van sötétítve. És lapozok föl, föl, vissza, vissza, vissza. Back. Ez a More Way to Play, tehát ez ilyen egyéni játékok. Ez akkor fog előjönni,
és nem tudunk rányomni, hogyha legalább egyszer végigjátszottuk az Adventure módot. Zen Garden szintén. Help és Option. Itt hangerő, ilyesmi, verziószám látszik, stb. Ok. Jó. Rámegyünk az Adventure és akkor lássuk. Először, ha minden igaz, akkor dob nekünk egy oktató módot. Ebből a... Jó. Láthatjuk, hogy itt jönnek majd a zombik. Először csak egy fűsávunk van, és megtanít, hogy kell lődözni. Megfogjuk a palántát, így rákattintunk, és oda rakjuk. Közben a napocskákra kell kattintani. Napocska, az lesz az aranyunk. Ugye, mivel a növényeknek napfényre van szükségük? Aha. Na. Még arany. Aranyat a játékban többféleképp szerezhetünk. Egyszer így potyog befelé a nappali pályákon, mert van olyan is, hogy éjszakai pálya. A nappali pályákon potyog befelé, plusz majd kis napraforgókat rakhatunk le, amik termelik ezeket a aranyakat, vagy napocskákat. Az első részben nincs rá lehetőség, a másodikban már van, hogy föl lehet pörgetni az időt. Jó, megkaptuk a napraforgónkat. Játék közben így adogatja az extrákat. Most ez az új palánta az extránk. Na most már három sávon fognak jönni. Itt mindig úgy érdemes, hogy először rakni egy-két ilyen napraforgót. Termeljenek egy kis zsét. Viszont amint elkezdenek jönni a zombik, akkor már rakjunk lövős palántát is. Ez a borsó lövő, ez az egy zöld. Miből később lesz mérges borsó lövő. Jó. Ami kettőt lő egyszerre, lesz olyan, aminek három feje van, ami hármat lő egyszerre. Plusz még lesz kismillió fajta palánta. Gombák éjszakai pályán. Nekem általában ez a stratégiám, hogy először lerakok egy pár ilyen napraforgót, utána mindig odarakom a lövőst, ahol jönnek, és aztán legalább ilyen két sorba odarakom a napraforgókat, hogy termeljék a lóvét. Később lesz már olyan lehetőségünk is, hogy két fejű palántát rakunk le, két fejű napraforgó palántát, és az duplán dobja a zsét. Sőt, azt hiszem hármat dob. Annyira most majdnem emlékszek. Régen játszottam. Ja, persze itt fölül látok egy ilyen csúszkát, amiben mellette van egy zászló, és benne egy ilyen mérce, az méri, hogy hol tart a zombi támadás ezen a pályán. Tehát mindjárt vége lesz a pályának. Ahogy öljük őket, úgy megy egyre előrébb ez a fej. Van ebből a játékból amúgy PC-s verzió is, lehet, hogy... Na, most kaptuk meg a robbanó cseresznyét.
Ez egy ilyen hat kockás körbe robban egy nagyot, és visz mindenkit magával. Azt hiszem, most már megkapjuk az összes pályát. De még mindig az oktató módban vagyunk. Ja nem, még nem kaptuk meg az összeset. Gondolom, akkor kapjuk meg, hogyha vége az oktató módnak. Gyere, agyér! Már láthattuk a pálya elején, hogy fognak olyan zombik is jönni, akinek ilyen sárga ez az útjelző búja van a fején, azok kicsit keményebbek, tehát sokkal többet kell rájuk lőni. Későbbiekben lesznek olyanok, akiknek fémvödör lesz a fején, azokat még nehezebb lelőni. Azokhoz fejleszthetjük ki a, vagy szerezhetjük meg a mágnes virágot, ami magához vonza a fejükről a vödröt, és akkor utána sokkal könnyebb lesz lelőni. És még kismillió másik pálya jön. Minden pályacsoport részé, végén, azt hiszem 8 pályacsoport van, vagy 9. Minden pályacsoport végén van egy nagy fő ellenség. És a pályacsoportok úgy néznek ki, hogy például van ez a sima, zöldes, akkor van éjszakai, van vizes pálya, nem is tudom, mi van még. Na, lerakunk most egy ilyen, na nem, még nem rakjuk le. A robbanó cserkót akkor szoktam lerakni, hogyha sokkal, hogyha többen vannak, mert akkor ugye többet szed le egyszerre. Sőt, van is olyan teljesítmény, az elején mutattam a teljesítményeket, hogy hány zombit szedsz le egy ilyen cseresznyével. Na, most már érdemes egyet kipróbálni. Ez szép volt. Most jön az éhes zombik serege támadás, ez mindig a pálya legvége felé szokott lenni. Na most kéne egy cserkó, de ugye tölt, kár volt elhasználni két zombira. Nem baj, most már raktam elég lövős palántát. Jó. Megkaptam a faldiót. A faldió az egy ilyen akadály, voltak épp egy bazi nagy krumpli, szerintem. És az a lényeg, hogy feltartja a zombikat, amíg azt eszik, addig egy helybe állnak. Tehát amolyan pajzsként működik. Na, jönnek is. Egy faldiót odarakok, azt majd meg fogja állítani ezt az egyet, addig pakolhatok még virágot. Viszonylag egy zombit elég sokáig meg tud állítani. Most már azért rakok oda egy lövőt. Sőt, hoppá, hoppá, nem vettem észre, hogy legalul bejött egy. Nem baj, az is kap egy diót.
hozzá egy lövőt. Lehet látni, hogy amelyiket megrákcsált, annak már kicsit be van orpadva a feje. Na, meg is van, megkaptam az ásót. Az ásó arra jó, hogy amikor olyan palánta van lenn, ami nem tetszik, azt felszedhetem vele, vagy kiáshatom vele. Rossz helyre raktam valamit, vagy utólag javítanám. Hogy. Blablablablabla, őrült Johnny. Na, ez a kedvencem, amikor jönnek ilyen játéjjel minigének. Itt most kuglizni kell velük. A pirosat érdemes egy kicsit megtartani, ugyanis az... az robban. Tehát olyan, mint a cseresznye. Később, amikor végigértünk az Adventure móddal, akkor elérhetők, hogy a játék közbeni ilyen kis minigémek külön játszhatók. Tehát kiválasztható, hogy én akarok kuglizni, vagy lesz másfajta ilyen minigém is, tehát mind ki lehet választani. Na, de küldjük a robbanóst. Most oda küldjük a robbanóst. Na, mindjárt meg is vagyunk. Jöhetne egy piros. Várom a pirost. Hol a piros? Itt a piros, hol a piros? Hát most arra építek, hogy jön a piros, de nem jön. Kénytelen vagyok lekaszabolni őket. Amúgy a piros vonal csak annyit jelent, hogy ott tudom lerakni legkorábban a diómat. Fogadjunk, amikor majdnem mindenki meghalt, akkor jön egy piros. Nem mondom. Jó, megkaptam a pitét. Vagy mi a frász ez, nekem olyan pitének tűnik. Ennek az a lényeg, hogy lerakom. 5-6 másodperc után kibújik a földből, ilyen pite formájú valami lesz, és ez robbanni fog. Nos, rányomtam az előbb arra a bónuszra. Meg kellett nézni egy fél perces videót, vagy 10 másodperces videót, és kaptam helyette egy ilyen bónusz
gerebjét, aminek az a lényege, hogy a legelső zombimat leöli. Közben megnézzük ezt a pitét is, mondjuk egyet ide lerakok. Hogy gyorsan jön, hogy gyorsan jön. Na, begyorsítunk. Na, ez a pálya is megvan. Megkaptuk a jéglövőt. Ez ugyanaz, mint a borsólövő, csak jeget lő, és lelassítja az ellenfeleket. Körülbelül a felére lassítja a sebességét. Már megint egy kis reklám volt. Hát igen, a free verziónak ez az egy hátránya van, hogy dobálja be a reklámokat. Közben láthattuk a rúdugrókat, akik átugorják a faldiónkat. Nem, köszönöm, nem kérem. Most nem akarok reklámot nézni. Nem tudom dobni. Yes. Ja, fene. Közben látható, hogy gyűlik aranyunk is, alul van 2000 arany. Azt kérem szépen, arra lesz jó. Később, ha lesz Zen Gardenünk, stb. Plusz elérhetővé válik az üzlet, akkor tudunk venni cuccokat. Plusz fejleszthetjük a növényeket, ha jól tudom, vagy ha jól emlékszem. De most megint begyorsítunk.
És már vége is ennek a pályának is. És most megkaptuk ezt a hami növényt, ami egy húsevő virág. És ez két kocka távolságból tudja bekapni a zombikat, tehát arra a legjobb, hogy berakjuk egy ilyen faldió mögé, és akkor odaér a faldióhoz a zombi, akkor ez ham bekapja. Viszont vagy fél percig kell várni, mire megemészti, és újat tud bekapni. Nos, elérkeztünk az oktató mód végére. Azt abból látjuk, hogy most már úgy működik a dolgunk, hogy oldalt van 6 darab üres kocka, és mi válogatjuk ki, hogy mit akar. Tehát jobb oldalon látjuk, hogy milyen fajta zombik jönnek, látjuk már ott a vödrös fejű is, és mi válogatjuk ki, hogy mit akarunk. Tehát mindenképp akarunk ugye napraforgót, egy sima lövőt, a lassítót, legyen a krumplink, mondjuk az a taposó nem kell, legyen egy cserkó, meg ez az új növény. És ennyi. Elindítom. De ezt már nem várjuk végig. Akinek tetszett, azt töltse le, és játsszam vele. Érdekes játék. Nekem nagyon tetszett. El lehet vele szórakozni. Ha csak néha 5 perce van az embernek, akkor egy-egy pályát végignyom. És jó kis szórakozás. Na. De tényleg, akinek tetszett, próbálja ki. Hali, hali!